Augusztus 29-én pénteken délután került sor a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola ünnepélyes évnyitójára, amelyen Pejhe József önkormányzati képviselő is részt vett. A himnusz eléneklése után először a Kazinci utcai óvodából érkezett első osztályosok adták elő műsorokat. Hurrá, éljen, elsős lettem, egy igazi iskola, s nem mondhatja rám már senki, hogy óvodás kis tojás. Kaptam egy titeket, füzeteket, könyveket, amikor a táskát vettük, az anyukám könnyezett. Kaptam egy új tornazsákot, van sok színes pálcikám, kiesett a fogam elől, ha vigyorgok, látszik ám. Vettünk gyurmát, órarendet, van hegyezőm, radírom, jól fognak a zsírkrétáim, kripok, pátam, papíron. Vettünk színes ceruzákat, és még három grafitot. Annyi mindent kaptam, akár nyithatnék egy trafikot. Hétfőtől már tanítás lesz, hát egy kissé szorongok, de legalább megtudom majd, mire jók a korongok. Teskámból sok-sok tanszer, vajon hogyan teszem be, és vajon a sok tudomány befér majd az eszembe? Zenés, verses előadással köszöntötték a szülőket és az elsősöket a második és negyedik osztályos tanulók. Az ünnepségen Varga Ildikó, az iskola igazgatónője köszöntötte a megnyitón jelenlévő szülőket, diákokat és az első osztályos tanulókat. Innen a színpadról körülnézve úgy látom, mindenki jól kipihente magát, napbarnítottan érkezett az iskolába. Nagyon örülök neki, mert ez azt jelenti, kipihenhettétek magatokat és újult erővel kezdhetitek a tanulást. Köszönöm kollégáimnak a táborok megszervezését, levezetését, folyamatos odafigyelését és áldozatvállalását, hiszen tudjuk, hogy egy ilyen táborra kapcsolatos munkák nem egy hétig tartanak, jóval megelőzik a tábor kezdetét. A nyár során változott tanuló létszámunk is, mostanra 787-re emelkedett. Egy énekzenei, két általános tantervű és egy logopédiai első osztályunk indul, itt 108 első osztályos tanuló kezdi meg az évet. Varga Ildikó bemutatta a tanári kar új tagjait, majd megemlítette, hogy az önkormányzat sok más korszerűsítés mellett a színpadot is felújította, amit már az évnyitó alkalmából igénybe is vehetett az iskola. A kerítés megépítésével és a főképpen a színpad megjavításával az udvar védelmét még fontosabb biztosítanunk. Ezért a hátsó kaput a nap nagy részében zárva kell, hogy tartsuk. Reggel 7 és 8 óra között minden nap nyitva lesz, tehát a hátsó parkolóban megálló autóktól a gyerekek be fognak tudni sétálni a szokott úton. Délután pedig 4 és 5 óra között tervezzük, hogy kinyitjuk a hátsó kaput, hogy a hátsó parkolóból a legrövidebb úton megközelíthető legyen a főbejárat. Ezen kívüli időkben a kapu zárva lesz, hogy az udvarra illetéktelenek ne jöhessenek be. Bízunk benne, hogy ez a rendszer beválik, a szándékunk tehát az udvar megóvása, hogyha a nyitvatartás nem okoz problémát, ez a rendszer így állandósulhat.
Az igazgatónő továbbá felhívta a szülők figyelmét a házirend és az órarend módosításaira. Az idén már 4 évfolyamon folytatódik a helyi tanterv bevezetése, tehát folyni fog az erkölcstan, illetve a helyette választható hit és erkölcstan oktatás. Ez órarendbe illesztve fog történni, tehát a szülőknek ezzel semmi problémát nem okozunk. Délutáni időpontra nem kerültek az órák. Szintén ezeken az évfolyamokon zajlik majd a mindennapos testnevelés, illetve bővül még a 3. és 7. évfolyammal. A tanév tervezése, illetve annak első szakasza mostanra lezajlott. Kijelöltük a szülői értekezletek időpontjait, előkészítettük a hétfői tankönyvosztást, és elkészültek az órarendek. Zajlik a tanmenetek elkészítése, szakmai munka előkészítése, a versenyeket már összegyűjtöttük, amire indíthatjuk tanítványaikat, és amiket megrendezhetünk a tanév során. Kíváncsian várjuk az első hetet, az első közvetlen találkozást, ki miben fejlődött, ügyesedett, okosodott a nyáron, és ki mit tanult, milyen lelkesen veti magát a tanulásba. Szeretnénk minden alkalmat megragadni arra, hogy lehetőséget biztosítsunk a fejlődésre, folyamatos kihívások és erőpróbák által. Kérem ebben minden tanuló és minden szülő segítségét is. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a tanév végén elégedetten állapíthassuk meg, még a tavalyi évet is túlszárnyaltuk sikereinkkel. A nyár hivatalosan véget ért, és így az idei 2014-15-ös tanév kezdetét vette a diákok számára, akiknek legközelebb majd csak az őszi szünetben lesz lehetőségük hosszabb pihenőre. A tanévnyitó ünnepséget a zenetáborosok zenés műsora zárta.